Szurcsik József munkácsi díjas képzőművész tanár kollégánk budapesti kiállítása után ismét innen a stúdióból folytatjuk a műsort, vendégem pedig a Kepes György szakkollégiumunknak a vezetője, Vég Dávid hallgatónk. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Az a hír járja, hogy a szakkollégiumba csak a legjobbak mehetnek. Milyen kritériummal, hogy juthatnak be a hallgatók? Hogy lehet valaki Kepes György szakkollégista? Hát vannak ilyen hivatalos kritériumok, miszerint teljesítenie kell a szakján a sőzat átlagot. Ezen felül igazándiból arra fektetünk hangsúlyt, hogy azokat a diákokat ragadjuk meg és csábítsuk magunkhoz, akikben vannak ilyen extra ambíciók a főiskolai tanulmányok mellett, akik szeretnének plusz energiákat felhasználni és valamit létrehozni, valamiben részt venni, ami aktívak a közéletben. Igen, aktívak a közéletben, kreatívak, van szervezőkészségük, vagy szívesen vesznek részt programokban. Többször halljuk a nevét a szakkollégiumnak, hogy mindig történik valami, mindig van valami esemény. Milyen programokat szerveznek, hogy a hallgatók élete teljesebb legyen egy kicsit? Hát idén igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy komolyabban részt vegyünk a főiskolának a tudományos életében. De ez elsősorban azt jelenti, hogy alternatívákat igyekszünk kínálni az intézményesült tudás mellé, és különféle kurzusokat szervezünk. Van művészeti irányú kurzusunk, kettő is. Van olyan, hogy úgynevezett bevezetés a katarzis elméleten alapuló művészetterápiába. Ez ilyen képzőművészeti segítséggel végbevitt terápia kurzus. Van olyan, hogy interdisziplináris művészetek, itt különböző művészeket kérünk fel arra, hogy beszéljenek a munkásságukról, illetve az ő világképükről. De ezen felül filmkurzust is indítunk, de jazz-balett kurzusunk is elindult, ami nagy sikerrel zajlik. Ez érdekes, amit mond, mert általában a hallgatók úgy szoktak lenni, hogy besűrítik az órákat, utána maximum leülök, megiszok valamit, és kész az életem, szóval nincs kedve már bekapcsolódni komolyabb dolgokba. Hogyan fogadják ezeket a kezdeményezéseket? Aktívak benne, szeretnek részt venni, igénylik-e? Hát igen, én is úgy látom, hogy nagyon leterheltek a főiskolások, de mégis úgy látszik, hogy azért szívesen kötik le a maradék szabadidőket is olyan dolgokra, amik közel állnak hozzájuk. Ezek nem annyira megterhelők, én azt gondolom, hogy nem igazán olyasmiről van szó, mint amikor az ember beül egy órára, és akkor ott jegyzetel, és aztán készül, és vizsgázik, hanem ezek viszonylag szabadon lezajlódó események, beülünk, megnézünk egy filmet, aztán beszélgetünk róla, vagy egy vitakurzus, ilyet is indítottunk a francia szakos hallgatóink. Szóval ezek viszonylag könnyedek, úgyhogy igyekeznek inkább kikapcsolódás jellegűek lenni. Eddig inkább arról beszéltünk, hogy mik a kötelezettségek a szakkollégiumnak. Vannak-e valami kiváltságos jogaik is? Van-e valami, ami ha szakkollégista valaki, akkor az őt megilleti? Hát igyekszünk minél több ilyet biztosítani a szakkollégisták számára. Idén például egy újdonság, hogy egyéni nyelvkurzusokat indítottunk, amiket mind a szakkollégisták indítanak el a saját igényüknek megfelelően, és akkor ezzel részint komolyabb figyelmű nyelvtanulási lehetőséget kapnak, tehát ezek kis csoportos foglalkozások, részint pedig maguk választják meg azt a nyelvet, amiből majd a kötelező jelleggel letendő vizsgájukat megteszik. De emellett igyekszünk bővíteni az apparátusunkat, olyan technikait is, hogy megkönnyítsük a munkájukat a szakkollégistáknak, meg kirándulni visszük őket, és hát általánosan nagy szabadságot kapnak abban, hogy olyan irányba mozdítsák el mind az életüket, mind ezt a szervezői tevékenységet, ami hozzájuk közel áll és nekik tetszik. Milyen fél évet terveztek? Mi lesz az idén ebben a fél évben? Ezek mellett, az induló kurzusok mellett saját magunk számára is indítunk két kurzussorozatot is. Az egyik egy ilyen gyakorlatibb jellegű kurzus, a másik kicsit elméletibb, beszélgetősebb. Az első, ez a gyakorlati jellegű, ezt hasznos holmiknak kereszteltük el, és itt tulajdonképpen a kutatástól a prezentációig lépésről lépésre végig vesszük mind a hagyományos, mind az elektronikus formáit ennek a kutatásnak, illetve prezentációnak, és próbálunk egy ilyen tudást adni a tanulóknak, a szakkollégista tanulóknak, hogy ezzel könnyebben boldoguljanak itt a főiskolán is már.
Emellett pedig ez az elméleti kurzus, ez pedig hagyományos alternatívra névre lett keresztelve, és idén a globalizáció témáját járjuk körbe, és különböző meghívottakat, különböző professzorokat, vagy neves személyeket hívunk meg a szakkollégiumból, hogy tartsanak előadást, innen a főiskoláról is, de akár Budapestről, vagy Szegedről, vagy az ország legkülönbözőbb helyeiről. Szerte ágazó területeket említ, kikkel tudnak együttműködni, hogy mindez megvalósulhasson, hiszen ez egy komoly szervezést igényel, szerte ágazó munkát. Részint kapunk segítséget a főiskoláról is. Van egy mentortanárunk, dr. Kicsák Lóránt, aki nagyon sokat ad hozzá ez a történethez, és hát a fiataloknak is vannak különböző kapcsolataik, amiket felhasználnak innen-onnan, adott esetben, ahol lakik, ott vannak kapcsolatai, vagy a tevékenység, amit végez, abban már belásta magát annyira, hogy tud egy-két nevet, és akkor felhívja, leszervezi, elhívja. Mi lesz az idei fél évnek a legkiemelkedőbb rendezvénye, mire lesz a legbüszkébb, ha az sikerülni fog? Hát én elsősorban azt szeretném, hogy végigmenjenek ezek a kurzusok, és ezek ilyen hagyományteremtő jellegűek legyenek, és megmaradjanak a főiskolán, tovább öröklődjenek, akár ez a filmkurzus, vagy ez a művészetterápia, de például ez az interdisziplinális művészetek, ez már második évét éli. Szeretném nagyon, hogyha van egy szintén hagyományos szakkollégiumi program, ez az úgynevezett tavaszi művészeti találkozó, amit most igyekszünk újraéleszteni, és ilyen rendezvény szinten, esemény, egyszerű esemény szinten ez lesz a legnagyobb kihívás. Ezt szeretnénk nagyon komoly minőségben prezentálni a főiskolásoknak, és a HÖK-kel együttműködve egy időpontban szeretnénk ezt megtartani az FN napokkal, úgyhogy egymásnak alternatívát adva sikerüljön ketten együtt a főiskola egészét elcsábítani erre a hétre, hogy történjen velük valami. Úgy érzi, hogy jó egyéniségek kerültek be a szakkollégiumba, gazdagodott a szakkollégium? Én nagyon azt gondolom, hogy ez így van. Egy folyamatosan frissülő társaságról, közösségről van szó, ami valószínűleg egyre intenzívebb és intenzívebb lesz ez az állandó frissülés, mivel hogy ez az megváltozott oktatási rendszer, ez kicsit átrendezi a mi sorainkat is, de én azt hiszem, hogy egyre jobban, de talán mindig is azért igaz volt a szakkollégiumra, hogy valahogy ilyen különleges figurák fordulnak ott meg, és azt hiszem, hogy ez folytatódik, és vannak sokan, talán mindegyik nagyon érdekes, aktív és izgalmas figura. Hát meg fogjuk látni, amikor megjelenik a szakkollégium a főiskola nyilvánosság előtt rendezvényekkel. Én köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát sok sikert ezekhez a kurzusokhoz, rendezvényekhez, és minél tartalmasabb, gazdagabb életet.